Pitching defined Barry Zito. Nincs baseball Barry Zito nélkül. Ifjú titánként kitartóan és keményen dolgozott a sikerért. De elmondása szerint, odaszántságán túl, felemelkedésének egy sérelem volt a kiváltó oka. 2003-ban egy Ritz-Carlton hotelben szálltam meg Philadelphiában. Meccs után odajött hozzám egy hölgy a hotelben, és elmondta, hogy milyen különleges dobó technikám van, és hogy milyen Isten adta tehetség vagyok, Isten mennyire megáldott. Erre nagyon ideges lettem. Áldott? Tudja, hogy milyen keményen dolgozom 7 éves korom óta? Én kiérdemeltem ezt. Pályán kívül Barry élvezte a siker adta kényelmet, ami kiegészült azzal az identitással, hogy ő egy baseball sztár és egy hollywoodi playboy. Az önazonosságomat, a siker és az éjszakai élet határozta meg, azon kívül, aki a pályán voltam. 2007-ben a baseball történelem egyik legjövedelmezőbb szerződését kötötte meg, mint dobójátékos. Nem számított arra, hogy pont akkor karrierje hanyatlásnak indult. Nem hozta az elvárt teljesítményt, így szurkolói elkezdték támadni. Nem tudtam aludni éjszakánként, így elkezdtem rákeresni olyan kifejezésekre az interneten, mint önbizalom. Hogyan érezhetem azt? 2008 volt a legkeményebb évem. A média is górcső alá vett, az újságok, a tévék is borzalmas dolgokat mondtak rólam. Ha bementem egy étterembe éjszaka, a szurkolók a bárpultnál a nevemet használva káromkodtak. Nagyon nehezen viseltem. Nagyon sötét évek voltak ezek az életemben. Sajnos még nagyobb csalódások következtek. Mikor a Giants csapata a világkupába kijutott 2010-ben, Barryt kihagyták a keretből, mondván, hogy megbízhatatlan a teljesítménye. Néztem, hogy az a csapat, amit a bajnokságig segítettem, megnyeri azt, és én nem lehetek ennek a része. Ez volt az életem legnehezebb pillanata. Barry távolságtartó és közönös lett. Ennek barátnője Amber volt a közvetlen elszenvedője. 2010 rettentő nehéz év volt számára. Voltak napok, amikor a szemébe néztem, és megkérdeztem, hogy van ott valaki? Barry próbálta összeszedni magát, de a következő év még több kihívást tartogatott. Egy autóbaleset és egy lábsérülés pihenőre kényszerítette 3 hónapra. Barry aggódott, félt, kétségbe esett. Rengeteg könyvem volt, egy egész könyvtárnyi könyvet elolvastam. Sok mindent el lehet mondani egy emberről az alapján, hogy miket olvas. Minél több időt töltöttem vele, annál inkább érdekelt, mi is zajlik benne. Különféle könyveket olvastam. Egyik nap Amber azt mondta nekem: drágám, te egy olyan dolgot keresel, amit nem fogsz megtalálni ezekben a könyvekben, de ajánlok neked egy olyat, amiben biztos, hogy meg lesz a válasz. Elkezdtem olvasni a Bibliát. Esténként elkezdtük olvasni a példabeszédeket. Barry a válaszokat magában akarta megtalálni, de ez visszaütött. Új identitásra volt szüksége. Elment, hogy beszéljen a csapat lelkészével. Mondtam neki, hogy szükségem van a segítségére, mert nem bírom tovább. Voltam terapeutánál, olvastam könyveket, próbáltam a saját erőmre támaszkodni, amennyire csak lehet. Minden lehetőséget kiaknáztam. Kész vagyok arra, hogy valaki másba vessem a bizalmamat. Barry egy imában átadta életét Jézusnak. Abban a pillanatban, amikor Jézushoz mentem, csodálatos érzések kerítettek hatalmukba. Új identitást kaptam, és éreztem, hogy Jézus a vállamra teszi a kezét, és mondja, hogy hé, én vagyok az. 2012-ben Barry újra érre tört, és a Giants csapatát győzelemre vitte a világbajnokságon. Ez alkalommal már Istennel a szívében. A szezon utolsó 2 hónapjában jó játékaim voltak. Bejutottam a világbajnoki keretbe, megnyertük a bajnokságot.
Az egész dolog Istenről szólt, és nem rólam. Annak ellenére, hogy baseball karrierjéből visszavonult, megtalálta a békességet és élete értelmét. Amberrel összeházasodott, akivel együtt élvezik a szülői létet. Az új életet Krisztusban találták meg. Még most is vannak idők, amikor magányosnak érzem magam. De tudom, hogy ez az emberi mi voltom miatt van. Ekkor megállok egy pillanatra, és szembesítem magam a ténnyel, hogy nem vagyok egyedül. Teljes ember vagyok, mert az életem Jézus Krisztusban van.